Dengi Dániel vagyok, testépítéssel foglalkozom. Most arra vállalkoztam, hogy kipróbálok különböző sportágat eredményes versenyzőkkel. Majd utána kihívom őket én is egy edzésre. Ássunk kicsit mélyebbre és nézzük meg a lehetőséget egy adott sportágban. Nagyon sok sztereotíp él a súlyzós edzésekkel kapcsolatban. Tartsatok velünk, mert most ki fog derülni, mennyire válik előnyömre vagy hátrányomra az izomzat. Készülj fel! Karakas Hédit köszönhetjük, judo bajnok, 2012-ben kint volt az olimpián, ott 5. helyezést ért el, 2016-ban 7. helyezést ért el, és EB, hanyadik voltál felnőttben? EB második. Második, és világbajnokságon meg. Mi már ismerjük egymást, volt edzőtársam, most ez egy kicsit ilyen furán hangzik, de még fiatal voltam, én nem bírtam annyira strapát, mint ő, úgyhogy nem bajtam a judót. Mondta Hédi, hogy elég komplex szokott lenni az edzésük, és igazából minden izomcsoportot használnak, de a lába, mondta, kicsit a sérülések miatt le van maradva, ezért Balázs lesz az, aki segít ebbe, és próbáljuk felhozni az izomzatot. Nekem az edzés programomban heti 2 vagy 3 súzós edzés van, ezen kívül vannak olyan edzések, amikor súzót használunk, de főleg az előálló képességet fejlesztjük. Egy judo közdelmet próbálunk modellezni, ugye, mivel elég kevés a partner, és nagyon partnerfüggő a sportág, ezért úgy próbáljuk átvinni a küzdelmet egy olyasfajta edzésbe, ahol úgy próbáljuk modellezni, hogy mi várhat ránk egy judo mérkőzésbe. Úgyhogy van tapasztalatom, de nem gondolom azt, hogy annyi, amennyi nektek van, meg úgy gondolom, hogy teljesen más a kettő. Volt 2 keresztszalag szakadásom és műtétem. Volt egy porc, és igazából mind a 2 bokámmal volt probléma, mind a 2 műtötték. Hát az izomzat az még közel sincs szinkronban, meg igazából a terhelés sincsen teljesen szinkronban. Tehát hogy amikor nagyon odafigyelek, és például egy guggolás van, akkor úgy érzem, hogy nagyjából 50-50%-ban tudom használni a kettőt, de mikor már bármiféle komplexebb feladat, akkor már érzem, hogy főleg a bal terhelem. Akkor szerintem jobban rá fogunk menni most a technikára. Nem azt a fajta edzést fogjuk csinálni, amit ti csináltok az erőléti edzéseken, hanem tényleg akkor egy kicsit majd belekóstolsz ebbe a testépítő edzésbe, rámegyünk jobban a technikára, váltott lábas gyakorlatokat is berakosgatunk egy párat, aztán meglátjuk, hogy reagál rá. Vágjunk bele! Az edzést lányújtással kezdtük, ezt igazából most a combfeszítőknek a bemelegítésére, a térdek bemelegítésére csináltuk. Smith-keretes kitörés, vagy egylábas guggolás, ki hogy nevezi. Ez is elsősorban a combfeszítőkre irányul, de nagyon keményen dolgozik a farizom. Nagyon fontos a végrehajtásnál, hogy a csípő ne billenjen le, illetőleg az előlévő lábunkkal végezzük a gyakorlatot, a hátul lévő láb az igazából csak támaszt. A Hédinél és az elején ez volt a probléma, hogy lábváltásnál nagyon elfáradt az a lába, amivel másodszor dolgozott, mivel az első körben a hátul lévő lábával is tolta magát. Erre nagyon oda kell figyelni a végrehajtásnál. Az utolsót lecsalod, azért ezt figyelem. De majd délután van beleszólásom a programban. Lábtoló. Ezt egy kicsit speciálisabban csináltuk, mint általában szokás. Sokkal lejjebb raktuk a lábat,
kicsit szűkebb terpezbe, viszont a térdeket nagyon szélesre szétengedtük a vállak felé, ez sokkal jobban megdolgozta a combfeszítőket, de mivel nagyon mélyre beengedtük, ezért itt is a farizmok is nagyon keményen dolgoztak, illetőleg a combhajlító is már bekapcsolt. Nagyon fontos itt is, illetőleg előzőleg a smith-keretes guggolásnál vagy kitörésnél is, hogy a súlypont a talpakon mindig a boka felőri része legyen, ne pedig a lábujjak felől. Mert ahogy átbillen a súlypont, egyre jobban fogja nyírni a térdeket. Nagyon élvezem egyelőre, teljesen más, mint amiket mi szoktunk, vagyis igazából nem azt mondom, hogy nem ismerem ezeket a gyakorlatokat, csak nekünk tényleg annyira komplex, hogy nincs időnk ezeket minden nap csinálni, ezért nincs benne a lábomba például a kitörés vagy az a lábtoló. Kicsit más a technika is, ahogy mi csináljuk, és azért így elég rendesen masszívan tényleg igénybe veszi a lábomat. Már kezdem éretni, hogy fáradt. Combfeszítők után átértünk a combhajlító edzésére, itt első klasszikus gyakorlat a fekve combhajlító gépen. Ezt is egy kicsit másképp csináltuk, ugyanis próbálom itt az edzésbe bevonni a combhajlító teljes mozgástartományát, amit csak úgy tudunk elérni, hogyha a pozitív szakasznál, amikor beemeljük a súlyt, akkor egy nagyon picit elemeljük a térdet a padtól. Így tud összehúzódni teljesen a farizom felőri rész is, nem pedig csak a térkörüli részek dolgoztak be erre. Hédi elég gyorsan ráérzett. Elsőre nem szokott menni sok mindenkinek, de neki szépen sikerült. Merevlábas felhúzás, ami nagyon fontos, hogy véghomorú maradjon a hát, csak addig szabad lemenni, amíg a combhajlító engedi, annál mélyebbre megyünk, akkor bele fog dolgozni az alsó hát is, és mondjuk 2-3 sorozat után csak azt fogjuk érezni, hogy az alsó hátunk lesz beállva, a gerincfeszítők, és a combhajlító annyira nem dolgozik, mint amennyire szeretnénk, tehát itt ez az, amire nagyon oda kell figyelni. Hédi nagyon jó teljesített, erőszint is elég komoly, azért a szuszogásából lehetett látni, hogy nem ehhez az edzésfajtához van szokva, de mivel a lábainál van némi aszimetria, szerintem nagyon jót tenne neki, hogyha a rengeteg edzése mellé, ugyan nincs sok ideje, de egy ilyen edzést is be tudna iktatni. Alapvetően 2 órás az edzésünk, de nem hiszem, hogy neked annyi lesz. Mivel ugye nagyon meleg van, és nincs az egy órát is kell bírni. Igen. Hát az elején biztos lesz egy bemelegítés, utána egy kis keringés, fokozás, kis intenzívebb rész. Utána jönnek a speciális dobás előkészítő gyakorlatok. Valószínűleg úgy gondolom, hogy... Elő kell kapargatnom azt a kis tudásomat. Igen, kicsit emlékezni kell majd, hogy is voltak a dolgok, de majd a Marci természetesen segít a párod. És hát nem tudom, hogy küzdeni akarsz-e egy kicsit, vagy valami. Talán egy picit, ha lesz, picit, még egy kis pici játékos valami. Majd megadom magam. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz az edzés, hogy bírom. Igazából az esélytelen nyugalmával vagyok, sokkal több boxként használ az ember judo edzés közben, mint egy boxedzés közben, és a boxedzés is elég nehezen bírtam. Emlékszem, amikor Heidivel együtt jártunk judo edzésre, akkor hogyha jött hozzánk valaki, ki akarta próbálni a judo edzést, akkor mondta Gabi bácsi az edzőnk, hogy Heidivel kell kezdenie. És a legtöbb srác, aki Heidivel kezdett, soha többet nem jött edzésre.
A judo az egy olyan sportág, hogy kell benne egy kis fifika. Vannak, nem csak mindig egyenes technikákat indítunk, hanem valójában, amikor azért indítok valamit, hogy becsapjam a másikat, az ő reakcióját kihasználva csinálok én valamit, és ez igazából erről szól, hogy súlypontomat helyezem jobbra-balra, merre indulok, robbanékony erő. Úgyhogy ez valami hasonló, egy kis játékos bemelegítőbe, hogy kicsit megizzadjunk. Oké, térdérintőt fogunk játszani, saját térdedet boxen. Négy kézláb nem mehet, egy érintés után viszont egy olyan egy méterre eltávolodtok, mint a vívásba, jó? Mint a asszóként mennék. Beugrik a lábok közé, hopp, fölkapja háromszor. Ha döntetlen, mind a kettőnek! Azt látom rajta, hogy kicsit kezd fáradni. De amúgy egész jó volt, nem gondoltam volna, hogy ennyire kis robbanékony gyors lesz. Bacska, üzenem, a boxot négyel kell megszorozni. Lejött a bőr. Gyengék, elhullanak. Első 15 percig még volt egy kis önbizalmam, de utána elég elment a tüdő, de nagyon élveztem, tényleg. Egy-kettő dolog bevillant régről, de azért nagyon hiányos technika. Hozzáteszem, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog így belecsöppenni valamibe, hogy jó, neked van egy kis alapképzettséged, de az nagyon rég volt, de azért itt a legelső dolog az, hogyha valaki lejön judózni, hogy megtanulja, hogy kell esni. Tehát nem azzal kezdjük, hogy akkor dobáljuk, hanem megtanuljuk, hogy kell helyesen esni, hogy szorítsa le a fejét, aha, hogy igen, ne, egyszer, ne koppad most a feljebe, igen, vagy hogy tompítsa az ütést, hogy ne fájjon neki, vagy ne essen tüdőst, hogy oldalra essen. És akkor utána jönnek ezek az alapdolgok, de amúgy én amikor oldalra néztem, akkor így egész jó napát alatt. Akkor pont jókor néztem oldalra. Jó, azt mondjuk láttam, hogy időről időre egyre vörösödsz, de... Igen, mert amikor elmél a levegő, esik szét a technikai folytában. Ez még a kis tudásom is elment, ami van. Ez teljesen normális, hát nekünk is, amikor van egy verseny, és egy ilyen dekoncentrált állapot jön, mert elfáradsz, akkor írtad, azt sem tudod, hogy melyik kezeddel nyúljál, hova nyúljál, csak így mész előre, úgyhogy ez teljesen normális. Mindig szívem csücske volt a judo, de az is marad most így edzés után. Távolról, nem? Köszönöm szépen a lehetőséget, talán még egyszer, egy-kétszer eljövök edzésre. Szeretettel várunk bármikor.